Pár száz évvel ezelőtt elődeink tűz fölé lógatott üstökben főztek. Azóta nagyot fejlődött a világ. A konyhában minden esemény a tűzhely köré összpontosul. Itt készülnek el ételeink, és talán sokan itt fedezik fel először a bennük szunnyadó mesterszakácsot. Az ehhez hasonló modern tűzhelyek nagyon népszerűek. Nem csak képességeik, de formatervezésük is vonzóvá teszi őket. Egy ilyen felső kategóriás tűzhellyel főzni maga a boldogság. Az ilyen két sütővel szerelt tűzhelyek gyártása egy nagy, galvanizált acéllemezzel kezdődik. A gép megfordítja, és a sajtológéphez továbbítja a lemezt. A sajtoló kétszer meghajtja az acéllemezt, hogy a sütő falai elkészüljenek. A sütő alja a három fal fölé kerül, majd az automata hegesztőgépek mindent rögzítenek. Ezután a sütő hátfala következik. A sütőtér porcelán bevonatot kap. A két lyuk a sütő ventilátorai számára szükséges. Ezután beszerelik a szükséges fűtőelemeket. A ventilátorok a kivágott lyukakba kerülnek. Köréjük további fűtőszálakat helyeznek. Az elkészült sütőt ezután szigetelő anyaggal veszik körül, hogy a közeli bútorokat a hőtől megvédjék. Az oldalfal eltakarja a szigetelést, és ehhez rögzítik a sütőt is. Ez a lemez megerősíti majd a tűzhely alját. Több lábat csavaroznak fel. Előre görgők kerülnek, így a tűzhely a padló felsértése nélkül könnyen mozgathatóvá válik. Szigetelő habbal kibélelik, megfordítják, majd rászerelik a sütőt, mellé pedig a kisebb sütő kerül. Ezután bekötik a vezérlő elektronikát, amely a ventilátoroktól kezdve a sütők időzítőjéig mindent irányít majd. Áram alá helyezik és ellenőrzik, hogy minden működik-e. Ez egy kettős működésű tűzhely. A felső főzőlapokon gázégők vannak. Ez a panel a gázáramlás hibáit érzékeli majd. Felszerelik a gyújtószerkezetet, amely egy szikrát ad ki, és meggyújtja majd a gázt. A gyújtószerkezeteket egy váz segítségével a tűzhely tetejére rögzítik. Majd felszerelik a gázszelepeket is. Ezután elkészítik a csőrendszert a gáz számára. Ennél a csúcskategóriás tűzhelynél minden főzőlaphoz két gázvezeték fut. Az egyik a nagylángokhoz, a másik a lassú főzéshez. Felszerelik a gázégőket és a porcelánfedelet. A főzőlapok immár készen állnak arra, hogy a sütővel egybeépítsék őket. A kezelő gombok erre a darabra lesznek rögzítve. Mivel ez lesz leginkább szem előtt, tökéletesen lekerekítettnek és fényesnek kell lennie. Műanyag fóliával vonják be, hogy a sérülésektől megóvják. Ez a gép átlyukasztja és meghajlítja a lemezeket, hogy pontosan a tűzhely oldalára illeszkedjenek. A következő helyszínen lecsiszolják és felszerelik a sütőajtókat, hogy illeszkedjenek a tűzhely fényes előlapjához. Hisz nem csak az étel, hanem a tálalás is nagyon fontos. Miután az ajtók és oldalfalak rögzítésre kerülnek, már csak néhány apró simítás maradt hátra. A végeredmény pedig valóban szemeggyönyörködtető.